A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, vasárnap érdemes lesz is ismét ellátogatni Börgöndre, hiszen a Börgöndi Légiparádé várja majd a vendégeket, a családokat, a vasmadarak szerelmeseit. Vendégem itt a stúdióban Józsa Dávid, az Albatrosz Repülő Egyesület szakosztályvezetője, műrepülő világbajnok. Köszöntöm én is a nézőket. Hát most már talán ez szokássá vált, eddig mindig a Szilárdi Dezső, ugye az Albatrosz Egyesületnek az elnöke is itt szokott ülni, most kettesben beszélgetünk, hogy mindig, amikor szeptember, hát első-második hétvégén vagyunk, mindig tehát második, mindig ez a vasárnap. Második hétvégén vasárnap előtt állunk, akkor beszélgetünk egyet a légiparádéról. Na most ez már 28-dik, hogy megrendezésre kerül. Annak idején, amikor még talán nem volt benne a szervezésben, de hogy amikor az elsőt megszervezték, akkor mit lehet tudni, hogy miért volt? Miért hozták létre? 1995-től használja az Albatrosz Repülő Egyesület a Börgöndi repülőteret. Akkor sárkány repülők, illetve ejtőernyősök voltak az egyesületben, ez a két szakág működött, és akkor is úgy gondolták a klubtagok, hogy ez egyfelől egy sport, másfelől pedig egy olyan dolog, amit érdemes megmutatni a városban élőknek, illetve a környékben élőknek. Erre azt gondolom, hogy a nyílt napok, a repülőnapok az egyik legjobb. Jó toborzásra, hisz sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a repülés az elérhetetlen, de mi ezt sportként űzzük, akár én is, ahogy versenyzem, akár hogy a fiatalokat oktatjuk, ez sport, és ez jó lehet a későbbi kereskedelmi repüléshez, katonai repüléshez, vagy akár, mind ahogy jó páran űzzük, akár versenyzőként is. Egy ilyen repülőnap pont arra jó, hogy tényleg közel lehet hozni az embereket. Tehát, hogy a levegőben lát valaki a város fölött, vagy akár is strandon repülőt, akkor nem is gondol bele, hogy ez akár elérhető is számára, megfogható, beleülhet. Ez volt az indítatás, hogy ezt megmutassák, hogy ne egy zárt világ legyen, mint ahogy mondjuk a rendszerváltás előtt egy katonai reptérre teljesen esélytelen volt bejutni. Ma már azért vannak repülőnapok, vannak nyílt napok, de azt gondolom, hogy a sportrepülőtér az, ahol ezt így rendszeresen, akár egy évben többször is, mint ahogy mi is a nyár elején a múzeumok éjszakáján megnyitottuk a hangárjainkat, megmutattuk a gyűjteményünket, és ez most már egy elég nagy méretű rendezvényén nőtte ki magát, ahol idén is számos érdekességgel készülünk. Ugye tavaly, szerintem 2022-ben talán egy nézőszám attrakció volt, tehát hogy nagyon sokan mentek el, láttam felvételeket, hogy mennyien álltak, mennyi kocsival érkeztek, mennyien voltak 2022-ben? 16-17 ezer fő volt, aki összesen ott volt. És az azt megelőző években? Tehát mennyivel folyamatosan volt? Növekszik. Volt egy csúcsunk 2016-ban, akkor volt Székesfehérvár repülés története 100 éves, akkor egy a korábbi évekhez képest egy nagy ugrás volt. Én azt gondolom, hogy ennek szerepe van a mostani szintben is. Ott kellett egy szintet lépni. Ugye sok minden adott. Tehát a Börgöndi repülőtérre való kijutás adott, annak van egy áteresztő képessége. Tavaly nagyon sok kritika érte azt, hogy nagyon sokat kellett várni. Igen, ha elmegyünk egy repülőnapra, akár Ausztriába, akár Németországba, ott előfordul, hogy másfél órát kell várni nagyobb rendezvényen, úgyhogy mi ezt azért nem szeretnénk, és erre kitaláltunk egy-két újdonságot, mint például azt, hogy most a jegyvásárlást egészen közel vittük a nézők által látogatható területhez, parkolókat sokkal gördülékenyebben fel tudjuk tölteni, és utána már gyakorlatilag a parkoló területén, ami rendezvényterület, tehát ott már majd csak jeggyel lehet tartózkodni, de ott 8 jegypénztárnál meg lehet venni a jegyet. Az elővételben megvásárolt jegyeket, azokat pedig át lehet váltani karszallagra, mert a rendezvény egész területén csak karszallaggal lehet tartózkodni. Mennyire van közel a parkoló egyébként így a rendezvényterülethez? A parkoló ugyanott van, mint ahogy eddig volt. Annyi különbséggel, hogy most nem a légi laktanya területén vannak kialakítva a pénztárak, és kocsival, egyesével. Ugye előfordult tavaly az, hogy valakinek volt a kocsiba egy elővételes jegye, valaki most vette meg, hát még valaki volt, hogy egy tiszteletjeggyel jött, na és akkor szépen az ott. Most ilyen nincs, bejönnek a parkolóba, leteszik az autót, és egyből elmennek a jegypénztárhoz, és utána mindenki abba a sorba ki lesz jelölve, hogy
hogy éppen milyen jeggyel, elővételi jeggyel, vagy helyszínen váltott jeggyel érkezik, bemegy, és szépen már benne is van a rendezvénytöltem. Hány órakor kezdődnek a programok? A kapunyítás az 8 órakor van, gyakorlatilag ott elkezdődnek, ugye vannak földi programok, érkeznek a repülőgépek, 8 és 9 óra között meg fognak érkezni a vendég vagy a fellépőgépek többsége. Megérkezik a Honvédségtől a H-145 M-típusú helikopter, az Wing-242-es kiképzőgép, és az összes többi, az utasrepülésben résztvevő gépek, illetve a többi bemutatógép. A programok azok a levegőben az 9 óra 50-kor kezdődik, egy ejtőernyősugrással, egy katonai helikopterből végrehajtott ejtőernyősugrással, megnyitó, a színpadon koszorúzás, és utána 10:30-tól mennek a programok folyamatosan. Lesz, amikor földi programok, és lesz, amikor légi programok a levegőben. Ugye minden évben vannak különlegességek, érdekességek. Én tényleg azt látom, hogy minden évben valami újdonságot próbálnak hozni a nézők számára. Mik lesznek ezek most idén? Az első pont az időjárás érzékenysége miatt. Többször láthatták már nálunk a Földön Ungár László barátunk által épített Blériót, ami egy Blériót 11-es, amivel Louis Blériot átlepült a La Manche csatornát. Itt ennek az érdekessége az, hogy ebből a repülőgépből vannak Franciaországba, Amerikába, Angliába is példányok, de senki nem ragaszkodott hozzá, vagy nem tudta megoldani, hogy az eredeti háromhengeres 25 lóerős Anzani motorral repüljön, hanem egy nagyobb motort beletett. Azzal azért viszonylag könnyebb repülni. Laci barátunk ragaszkodott hozzá, hogy teljes egészében az eredeti motor legyen. Ő gyártotta az eredeti háromhengeres motor helyett egy utángyártott, de teljesen megegyező gépet, és ezt most először láthatják a levegőben. Ez gyakorlatilag a repülés hőskora. Itt lesz a Trojan, ami az 50-es, 60-as évek amerikai kiképzőgépe, a légierő és a haditengerészet is használta. Őket a Szegedről Rózsa Völgyér hozza hozzánk. Lesz egy bemutató, egy francia könnyű helikopter, amit Gudo Gimbal, az Airbusnak a mérnöke tervezett, és az ő cége gyártja Franciaországba. A 330. példányt idén áprilisban a Friedrichshafeni Aeron adták át, tehát ez egy szépen sorozatgyártó certifikált helikopter, ez most először lesz Magyarországon. És hát ha jól láttam, akkor van még más program is egyébként, mert hogyha jól tudom, akkor a Lufthansa Technik Budapest is bemutatkozik. Így van, én azt gondolom, egy ilyen repülőnap azon felül, hogy tökéletes alkalom arra, hogy a sportrepülést, a katonai repülést, a civil repülést megmutassuk, pont az érdeklődői kör miatt tökéletes arra, hogy a szakma, akár pilótaképzés, akár honvédségi toborzás, akár repülőgép műszaki, vagy repülőgép szerelő iparágban dolgozó cégek toborozzanak, és most először eljönnek ők is, és megmutatják azt, hogy mit kínálnak, milyen képzéseket kínálnak, hisz tudjuk, hogy mind a repülőműszaki, mind a légirányító, mind a hajózó, pilóta állományban óriási szükség van utánpótlásra. Ezt akkor úgy kell elképzeljük, hogy van mondjuk egy standjuk, ahova lehet menni beszélgetni, tehát kérdezni tőlük, vagy pedig lesz egy program külön a színpadon, amikor ők beszélhetnek arról. Lesz egy pódiumbeszélgetés, így van, van egy standjuk, ugyanígy lesz Hungarokontrolnak is egy standja, ők nem kint lesznek, hanem a tavalyi évhez hasonlóan bent a repüléstörténeti kiállítóhelyen, gyakorlatilag a kis múzeumunkban, és ott is van egy stand, és ott pedig a légirányító, a irányító szakma iránt lehet érdeklődni, attól függően, hogy kit mennyire érdekel, hogyha lesz gyerekeknek játék, fiataloknak ismeretterjesztő, és ha valaki komolyan érdeklődik, akkor aktív légirányítókkal a szakma rejtelmeiről is tudnak beszélgetni. Felvétel módjáról, hogyan lehet ezt elkezdeni. Ez egy nagyon érdekes, viszont a kiválasztásban látszik, hogy mondjuk 700 emberből körülbelül 20 kerül oda, hogy elkezdhesse a képzést, és körülbelül úgy tudom, hogy egy olyan 10. Tehát ha az arányt látjuk, akkor itt is nagyon nagy szükség van a toborzásra, hogy ez a merítés minél szélesebb legyen, hogy a végén meglegyen a megfelelő számú utánpótlás. És fontos ugye a honvédségnek is a toborzás és az utánpótlásnak a megteremtése, és ezért mindig ott vannak a légiparádén. Így van, a honvédségtől idén 3 toborzópont érkezik, amiből kiemelném a MH47 Pápa bázis repülőtér toborzóit. Ők is repülőműszaki szakemberek toborzását végzik, ők is benn lesznek velünk a repülő
repülés történeti gyűjteménybe, hiszen én azt gondolom, hogy a legfontosabb és a legjobb az, hogy a fiatalok közelről megtapasztalhatják, megérinthetik, akár beleülhetnek. Az, hogy egy Gripenbe, egy modern szállítógépbe, vagy egy honvédségépbe nem tudnak minden nap beleülni, ez nem reális elvárás, de akár egy ilyen repülőtéren meg lehet mutatni nekik a legújabb technikát, a H-145-öst, meg lehet nekik mutatni közelről a kiképzőgépet, amin a állami légijármű vezető szakon, harmadik folyamos növendékek szónokon a harmadik folyamot végigrepülik, ez is itt lesz, illetve a repüléstörténeti gyűjteményünkben beleülhetnek egy Mi-2-esbe, megnézhetnek egy Mi-1-es motort, egy Mi-2-es motort, vagy Mi-2-es hajtóművet, kamomotort, és ha bármi kérdés van, akkor ott lesznek a katonai és a civil szakemberek is tudnak rá válaszolni, és ha így felkeltettük az érdeklődésüket, akkor, és ezt fenntartjuk, akkor jó eséllyel ők közül lesznek olyanok, akik ezt a szakmát választják. Most egy újdonság, az MTK Esport is itt lesz. Mi mindenre lesz lehetőség a légiparádén? Itt lesz az MTK Esport, így van, és ők külön standdal képviseltetik. Ebben én nem vagyok jártas, tehát én például annyira nem az én területem, hogy repülőgép szimulátorra mindig kérdezik, hogy ugye akkor télen néz szimulátor? Nem. Miért nem? Nem. Tehát én valószínűleg idősebb vagyok annál, későbbi fiatalabb kollégáknál van olyan. Maga a szimulátor az egy óriási lehetőség. Akár a nagygépes, akár a katonai helikopteres a felkészülést nagyban segíti. Fiataloknál ez teljesen rendszeres, és a képzés része. Én valahogy úgy voltam, amikor elkezdtem repülni, még ez nem volt akkora divat, most meg gyakorlatilag nincs rá időm, hogy én szimulátorba vagy ilyennel. És ha jó az idő, akkor télen repülünk, úgyhogy szimulátor nincs. De most vasárnap akkor azért lesz szimulátor, amit a gyerekek mondjuk... A gyerekeknek persze, a GoB szimulátorunk is lesz, így van, ki lesz állítva, úgyhogy azt is kipróbálhatják. Mert egyébként én magam úgy gondolnám, hogy a gyerekeket talán a szimulátor érdekli talán a legjobban. Nyilván a gépek is, hogy azokba beleülhet, csak hogy a szimulátort azért mégiscsak úgy valahogy kipróbálhatja, és talán ezáltal egy kicsit jobban érdeklődik majd a repülés iránt. Így van. A szimulátornak, ugye a mi szimulátorunknak az a nagy előnye, hogy ez egy igazi repülőgépbe, egy GoB repülőgépbe van beépítve, tehát ugyanúgy benne mindenvel, amivel én például ebből a géppel 1997-ben a Koszorú támat repültem. Tehát ez egy nagy vonzóerő benne. A szimulátor az úgy szokott működni nálunk, hogy már tényleg vége a rendezvénynek, már hogy hívják, de a szimulátornál még mindig van sor, és nem akarjuk elküldeni őket, már a sátor felét lebontottuk, de még mindig, és akkor, tehát igen, ez most is lesz. Milyen olyan kísérő rendezvény lesz még, ami miatt még a gépeken kívül érdemes kilátogatni vasárnap? A földi programok, ugye nagyon sok olyan kiállító van, amit tényleg testközelből meg lehet nézni, akár ez a helikopter, autózsírók. Itt lesz Dolhai Krisztián az Altusszal, amivel 5 világrekordot repült, mellette színpadi programok, beszélgetések, illetve egy újdonsággal készültünk, Tapolcán, illetve hadijátékokon ennek óriási sikere van. Lesz egy T-55-ös tank, amivel lehet hát nem sétakocsikázni, vagy sétarepülni, hanem sétatankozni, vagy tankozni. Ugye itt a beszélgetés elején elmondta, hogy azért is fontos ez a légiparádé, vagy nekem mindig repülőnap marad repülőnap, mert hogy ilyenkor a kisebbek is ugye elkezdhetik az érdeklődést, jobban meg tudják tapasztalni, hogy most akkor érdekli őket ez az egész dolog, a repülés, vagy a pilóta. Hogyan lehet valaki pilóta? Milyen képzésen kell átesnie, hogy pilóta lehessen? A mi elképzelésünk és álláspontunk az, hogy akár nagygépes kereskedelmi pilóta lesz, akár katonai pilóta, a legjobb az, hogyha az alsó korhatár előtt, vagy az alsó korhatár 14 év alatt, 14 év körül találkozik a repüléssel, azon belül a vitorlázó repüléssel. Nincsen benne motor, értelemszerűen kevésbé komplex, mint egy motoros repülőgép, de miután jogszabályok erre lehetőséget tesznek, hogy 14 éves korban ezt a képzést akár egyrepülési szinten csinálja, akkor ott elkezd vitorlázó repülni. Nagyon sok olyan dolgot megtanul, akár a műszerek, akár az alap aerodinamika, vagy akár, amit látok itt a fiataloknál, fizika, matematika, ami nem mindenkinél olyan kedvelt tantárgy, de nagyon sok olyan gyermek van, aki emiatt kénytelen elkezdeni tanulni, vagy saját magától úgy gondolja, hogy az érdeklés itt, akkor hoppá, eddig azt mondta, hogy ez nem lesz hasznos, itt meg egyből rájön, hogy hasznos, mert vannak azért egyenletek, nem akarok elriasztani senkit, de itt a repülésben vannak egyenletek, vannak törvények, törvényszerűségek, azt meg kell tanulni. Van egy ilyen hatása, de hogyha ez így megy, akkor szépen megy tovább. Lép előre, vitorlázó repülő, B-vizsga, C-vizsga, szakszó, akár 16 éves korában szakszolgálati engedélyt szerezhet, amivel már nem kereskedelmi
céllal, de a családját, barátait el tudja vinni repülni. Azért 16 évesen elvinni a szüleit, az szerintem egy igen jó dolog. És utána el tudja kezdeni a kép további motorossal, motoros vitorlázóval, ami igazán érdekli. Amikor 18 éves korára kerül, akkor ha ezt hivatásszerűen csinálja, akkor akár mehet az NKR-re, az állami légijárművezető szakra, és akkor ott folytatja a hivatásos pályát. Ha a civil pálya érdekli, akkor pedig akár Nyíregyházára, akár pilótaiskoláknál mehet tovább, de van egy olyan stabil alapja, egy olyan tudása, ami egész életében, az egész repülőpályafutás során hasznos lesz számára. Ha mondjuk civilben pilóta valaki, vagy hát akkor mennyi ideig érvényes neki a pilóta engedélye? Ez nagyon-nagyon kötött. Ugye van egy orvosi alkalmasság, ami életkorhoz függő, van olyan, amikor már évente vagy fél évente kell menni, főleg, hogyha kereskedelmi, úgynevezett első osztályi orvosia van. Ha pedig szakszolgálati engedély oldalról nézzük, az teljesen típusfüggő. Van egy jogosítás, ami fél évig érvényes. Ott nagyon-nagyon szigorú. Van, ami repült időhöz, jártossághoz, felszállás számhoz kötött, például az én oktatói papírom, annak nincs lejárata, de megvan, hogy 12 hónapon belül mennyit kell oktatnom ezt az indítási módot, mennyit azt, és akkor folyamatosan hosszabbítik. Van olyan, amit 3 évente, van, amit 2 évente hosszabbítani kell, de a kényesebb, értelemszerűen kereskedelmi területen van olyan jogosítás, ami fél évig él. Vannak olyanok, akik ugye ezt a pályát választják, és ha jól tudom, akkor most nyáron is voltak kadétok önöknél, akik hát ott táboroztak. Mi minden történik egy ilyen tábor során? Ugye két része van a mi toborzásunknak. Egyik a nyugat-magyarországi kadétprogram, a kadétprogramban résztvevő középiskolák számára kiírt pályázati lehetőség, vagy részvétel lehetőség. A másik pedig a saját növendékeink, hisz az idei év az abból volt különleges, hogy minden évben van egy 30 éves, 40 éves, 20 éves, tehát ilyen változó. Az idén gyakorlatilag az összes növendékünk 12-18 év alatt volt, úgyhogy ez egy nagyon, és nagyon jó haladtunk velük, és mellettük ott voltak a kadétok. Itt ugye a feladat az, vagy a tábor célja az, hogy ezekkel a fiatalokkal, akiknek a kadétiskolában egy minimális katonai előképzettség már elindul, hogy a repülést megmutassuk nekik. Megmutassuk, milyen vitorlázó repülni, milyen motoros vitorlázóval repülni, mi az aerodinamikai alapismeret, hogy ne tudják, hogy működik egy sebességmérő, mi az, hogy motoros repülőgép, motoros vitorlázó, illetve a repülés gyűjteményünk erre is nagyszerű alkalmat kínál, hogy megmutassuk nekik a volt az 50-es évek katonai repülőgépét, az épülő nemerét, a burgundy helikopteres repülés meghatározó típusait, mert most már szerencsére mindegyikből van. És akkor, amikor mondjuk vacsora után mondom, hogy lesz egy esti hangártúra, akkor az összes 24 kadét ott van, és akkor még, és holnap este is. És akkor amikor felkapcsoljuk a MiG-23-as kabint és az összes lámpa világít, és szépen a katapultülés szint magassága, akkor gyakorlatilag csak attól függ, hogy meddig lennénk fönn, hogy másnap repülni kell, meg úgyhogy azért van takarodó, de akár órákat el lennének benne. Milyen repülőgépeket használnak ilyenkor, vagy hát használhatnak, vagy próbálhatnak ki ilyenkor? A táborban az alap az, hogy a K7-es, a kétüléses vitorlázógépeinket, azok egyfolytában mennek. Van egy Berg Falkénk, nagyjából megegyezik, tehát ez pont arra, hogy lehet termikelni, érezzék meg azt, hogy pont ez a kiválasztásnak, meg az egész toborzásnak az a lényege, hogy ne 2-3 év után derüljön ki, hogy ő ezt nem bírja, ehhez nincsen kedve. És én azt gondolom, hogy egy ilyen hivatásszerű repüléshez nagyon ideális, hogyha valaki egy sportrepülőtéren ismeri meg az alapokat, tudja, hogy milyen kint lenni egész nap, tudja, hogy milyen repülni, tudja, hogy milyen vontatni, lássa azokat, amik így elsőre, ha valaki azt mondja, hogy 5 órát ott ülsz, és akkor repülsz 10 percet, az neki nem tetszik, akkor valószínűleg a hivatásszerű repülés, ami sok lemondással jár, az se fog neki tetszeni, viszont hogyha ezen túl van, látja, hogy működik, akkor nagyobb kedvel, nagyobb behivatással, hivatottsággal megy be, és ezt boldogan fogja csinálni, és sikeresen. Ugye szóba került itt már a repüléstörténeti gyűjtemény, amit szintén meg lehet tekinteni majd vasárnap. Mi minden van ebben a gyűjteményben? Most már néhány repülőt azért elmondott, de hogy mi mindent lehet tapasztalni ebben a gyűjteményben? Ugye nézzük a helikoptereket, mind a Burgund katonai időszakának utolsó állomása. Van mi egyesünk, most már van kamovunk, illetve mi kettesünk. A mi kettesnek lesz most egy külön feladata. Ez nem katonai állapotában van, hanem ez egy mentőhelikopterként szolgált a
az utolsó szolgálat ideje végén. Be van rendezve egy rendesen úgy, ahogy 2005-ben nyugdíjba ment. Ennek a pilótafülkéje teljesen komplett, ezt restauráltuk eredeti műszerekkel, abba be lehet ülni. Volt burgundy pilóták lesznek az egyik ülésben, mi kettesen repült pilóták, és akkor tudnak nekik segíteni. Hátulra viszont készültünk egy olyannal, hogy én azt gondolom azért az első segélynyújtási ismeret az nem mindig megfelelő. Nem mondom, hogy ebbe ez segít, de szerintem érdekes lesz. Olyan vízimentők, illetve mentő, komoly mentő tapasztalattal rendelkező barátaink gyakorlatilag a mi kettes hátulja melletti részt teljesen berendezik, új leélesztéshez szükséges baba, vérzés, csillapítás, úgyhogy ez egész végig ez fog menni a mi kettes mellett. Ugye ebben a gyűjteményben kap helyet a Neverep projekt is, vagy legalábbis azt gondolom, hogy hát ez a legfontosabb. És igen, hol tart most ez a projekt? A bordákat építjük, illetve most egy olyan végre oda jutottunk, itt nagyon sok minden nehezítette, ez a speciális lemezek, rommolibdém lemezek, a Covid alatt nem lehetett semmit szerezni, megszereztünk, megvan minden, és akkor most az elmúlt másfél évben abban a problémával találkoztunk, oda mentünk a céghez, akinek megfelelő tanúsítása van, tudja gyártani, megnézik a rajzot, a Rotter Lajos egy zseni volt, tehát ezt állítom, tehát ezt 36-ban, 4 hónap alatt megrajzolni és megépíteni, ezt azóta se tudjuk, hogy ezt hogy lehet, körülbelül a piramisokat hogy csinálták, de megcsinálták. És akkor elmegyünk, megmutatjuk, oké, jó, hány darab kell? 500? 5000? Nem, egy. A mai ipar, illetve a mai akár az asztalos ipar, vagy a gépészet az ráállt arra, hogy lehet egyszerűen sorozatgyártással gyakorlatilag egy nap, két nap alatt még átállítják a gépet legyártani a teljes mennyiséget. Tehát amikor elmondjuk, hogy ebből egy kell, és meglátják, hogy milyen bonyolultságú, akkor keresünk mást. És most szépen megtaláltuk Révi Lászlónak köszönhetően is, megtaláltuk azokat, úgyhogy szépen készülnek végre a fémelemek. Botkormány, lábpedál, mozgatóhimbák. Tehát, hogyha végignézem a törzsvasalás rajzait, nem értem, hogy ezt Rotter Lajos hogy tudta ilyen gyorsan, ilyen pontossággal, számítógép nélkül, este, Pesten megrajzolni, reggel motorral lehozni. Megcsinálták, és most megcsináljuk mi is. Ugye, ha jól emlékszem, akkor 2017, hogy a környékén indult ez a projekt. Nyilván aztán közbeszólt tényleg a pandémia is, de lehet-e már látni a végét, hogy kb-re mikor lesz az, hogy már valójában látható lesz majd a... Én azt gondolom, és kérdezik többen, igen, 2016-ban volt 100 éves, akkor jött nagyon sok olyan információ, hogy Rotter, Fehérvár, meg én nekem ezt tudott volt, de itt lett igazán összpontosítva, és 2017-ben indult el. Én azt gondolom, hogy tényleg jövőre összeáll a teljes szennyszerkezet, meg tudjuk építeni a főtartókat, a bordákat, és utána itt a papírozás, meg a finom része az körülbelül a következő év, és akkor tényleg ott van, hogy repülni fog. Mi a helyzet most egyébként így a burgundy repülőtérrel? Mi várható-e mostanában valamilyen fejlesztés, illetve azok a fejlesztések, amik megvalósultak, azokat hogy látják, hogy mennyire lettek jók? Hát ugye a fejlesztés most megvalósult része az a tavaly évben átadott hangár, amit az Egyesület épített, az Egyesület beruházásában készült el. Ebben van a repülés történeti gyűjteményünk. Vannak terveink, ugye ami nagy hiányosságunk az, hogy a közösségi épületünk az olyan állapotban van, ahogy 1991-ben a katonák itt hagyták. Reméljük, hogy erre is lesz lehetőség, hogy ezt olyan szintre hozzuk, hisz a képzések, a toborzás az gyakorlatilag lehetővé tenne ennél nagyobb méretű fejlesztést is, illetve azt szeretnénk majd, hogy építsünk még egy hangárt, ahol, mert most ugye vegyesen vannak az egyesületi gépek, illetve a repüléstörténeti gyűjtemény, hogy legyen egy olyan, amiben ez külön kerül, és akkor nem az van, mint például most, hogy a repülőnapra gyakorlatilag az elmúlt két hétben átrendeztük az egészet, most múzeum, de értelemszerűen amikor üzemben vagy tél van, akkor nekünk oda be kell pakolni, tehát ott olyan állapot van, hogy mindegy hangár a kettő között, ugye az a különbség, hogy az egyikben én meg a szakemberek körbe tudnak menni, a másikban a nézőket nem tudunk beengedni, mert azért egy szárny fölött átlépni, az vászonszérülés, az hetekre kiesik a gép. Most úgy van berendezve, hogy kordonnal, nyugodtan, tágasan körbejárható az egész. A repülőnap után pedig vissza kell pakolnunk úgy, mintha normál üzemszerűen működünk. Ugye itt az egyik cél az, hogy toborozzanak. Mi a helyzet egyébként így az Albatrosz Repülőegyesülettel? Mennyi tag van? Hát mi jellemzi így az Egyesületet?
Közel 100 tagú az egyesületünk, ugye van sárkányrepülő szakosztályunk, ejtőernyős szakosztályunk, modellező szakosztályunk, és a legnagyobb szakosztály az a merevszárnyú és vitorlázó repülő szakosztály. Ahogy mondtam, az idén nagyon sok fiatal növendékünk volt. Vannak jelentkezők, akiket érdekelni a motoros repülés, vagy a motoros vitorlázó repülés, de egy kapacitásunk sincs rá, hogy ilyet képezzünk, és ugye mi nem vagyunk repülőiskola. És amíg ezek az oktató barátaim vannak, illetve a jelenlegi felelés, akkor nem is szeretnénk ebbe az irányba nyitni. Az egy kereskedelmi dolog, azt úgy csinálják, mi ezt az egészet társadalmi alapon csináljuk. A repülőnapot is úgy szervezzük, hogy mi dolgozunk benne, mi készítjük el az egész, a füvet nyírjuk, mindent olyan állapotba hozunk, a kordont építjük, és ugyanígy van az oktatással is. És az oktatás is pont erre van, hogy olyan fiataloknak biztosítsunk lehetőséget, nem repülőiskola szinten, egy teljesen más elszírten, hanem tényleg azt, aki ezt először hobbiként, aztán később vagy sport, vagy hivatásszerűen szeretné csinálni. Beszéltünk itt már arról, hogy az autóval érkezőkkel mi van, de hogy egyébként, ha jól tudom, akkor buszjáratok is indulnak egyébként. Így van. Egyértelmű most az időjárás, az egyértelműen kegyes lesz hozzánk. Nem lesz kánikula, de közel 30 fok az, ami várható. Most úgy néz ki, hogy felhőzök nélkül, úgyhogy biztosan lesz két darab retrobusz, egy Icarus 311-es és egy Panorama busz. Ezek a piac térről fogják folyamatosan hozni az érdeklődőket, illetve amikor már a rendezvény vége fele közeledünk, akkor pedig folyamatosan viszik vissza az érdeklődőket. Lehet érkezni repülővel is, nagyon sok társklub bejelentkezett, hogy eljönnek. Van olyan egyesület, ahol összeállt a teljes, és ami motoros vitorlázó vagy vontatógép van, az ahány ülés van benne, ők annyian meg fognak jelenni, és itt lesznek. Igen, ahogy néztem, hogy elég sokfajta géppel lehet egyébként repülni, sétarepülni, meg hogy egyébként repülni. Hogyan lehet ezekre jelentkezni? A sétarepülő stand, sátor az gyakorlatilag a kapunyítástól 8 órától várja az érdeklődőket. Ahogy megtelik egy repülőgép, úgy folyamatosan menni fog az utasrepültetés, kivéve a repülőbemutatók ideje alatt. Erre 3 blokk lesz, amikor erre lehetőség lesz. Itt lesz a Likettes, az egy óriási sláger, vagy a kétfedelű Ankettes, ami a világ legnagyobb széria darabszámba gyártott kétfedelű repülőgépe. Itt lesz 3 oldtimer, Pokettes, Kánya és a Gerle, és lesz 2 helikopter. Idén újdonságként egyszer volt egy fél napot egy AS-355-ös kéthajtóműves, a mentőszolgálat az egyhajtóműves változatát használta korábban. Mekkora időintervallumban repülnek ezek a gépek? Tehát, hogy mekkora útra vagy sétarepülésre kell számítani annak, aki... A helikopterekkel egy 5-6 perc, repülőgépekkel pedig 9-10 perc. A repülőgépek azok be fognak jönni Fehérvár fölé, az általános, hogy Fehérvár fölött csinálnak egy kört. Az kényelmesen belefér, bármelyik pályirányt használjuk is. Ugye azt mondtuk, hogy már 8 órától akkor érdemes érkezni, vagy már 8 órától vannak programok. Azt szeretném kérni, hogy aki úgy tervezi, az jöjjön minél előbb, hogy ne az legyen, hogy 14 órakor főprogram, megjön a Gripen, és akkor mindenki egyszerre akar kijönni. Az előbb elmondottak miatt az nem. Tehát miután folyamatos, egésznapos programokkal készülünk, én tényleg azt gondolom, hogy minél előbb érdemes kijönni hozzánk. Pont ezt akartam kérdezni, mert 14 óra az elhangzott, de hogy melyek azok a fő bemutatók vagy attrakciók, amire tényleg az emberi, hogyha már ott van, és akkor látja. Én azt gondolom, hogy onnantól, hogy sikerült közel hozni a nézőkhöz, tehát mondjuk amikor a H-35-ös felszáll ejtőernyősökkel, az már 9.45-kor van, az egy érdekes, nem mindenki láthat, nem mindenkor láthatnak ilyet. Az ejtőernyős bemutató a megnyitó után közvetlen, akár a Blériot, a helikopter bemutatók, autózsíró bemutatók. Tehát én ezt ennyire nem, ha persze valaki csak a Gripen, akkor igen, de azt azért pont amiatt kérem, hogy nem célszerű ezt kiélezni ennyire, mert egész nap lesznek látványosságok. Igen, bár tényleg az egyik talán legnagyosabb az a Gripeneknek a repülése, az akkor délután van valamikor. Az délután 14 órakor, igen. Avval kezdődik a délutáni katonai blokk. Hát tényleg érdemes lesz akkor kilátogatni így most vasárnap is. Akkor reggeltől egészen délutánig, ugye? Tehát délután 16 óráig tart a program. Utána viszont lesz egy tombola sorsolás, aminek a fődíja én azt gondolom, hogy igen különleges. A Trojánnal lehet nyerni egy 20 perces sétarepülést, utána a második díj pedig Vári Gyulával egy élményrepülés. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki csak a tomboláért jön ki és nyer, akkor garantáltan olyan élményekkel lesz gazdagabb, amit máshol nehezen tud megszerezni.
És akkor ez még ott megtörténik. Tehát ez ott 16 óra, 15-kor kisorsoljuk, és miután nem idevalósi gépek, volt ilyen kérdés, hogy máskor be lehet-e váltani, nem. Ez ott helyben, és akkor ott azonnal. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt itt a köztérben, és hát biztosan nagyon jó idő lesz, és nagyon jó nap lesz ez a régi parádé. Köszönöm szépen, szép idő lesz, úgyhogy várunk mindenkit. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, tehát szeptember 10-én már reggel 8 előttől akár érdemes érkezni ki Börgöndre a repülőtérre, hiszen elindul a 28. Börgöndi légiparádé. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.